kombájnok dolgoznak a nyári betakarításon. Azóta jó eséllyel már liszt és kenyér készült a learatott kalászosból. Sok gazda ezúttal is jótékony célokra fordította termését és felajánlotta azt a Magyarok Kenyere program keretében. Ezt idén megyékben 171-en tették meg, összesen több mint 34 tonnás búza adománnyal. Az országosan összegyűlt 410 tonnát meghaladó mennyiség több mint 8%-át Szabolcsból ajánlották fel, ami az Agrárkamara megyei elnöke szerint azért is kiemelkedő teljesítmény, mert nálunk nem olyan jelentős a búzatermesztés, mint más vidékeken. Én azt gondolom, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kivette a részét és példát mutatott, bár ez nem verseny országos szinten, nem az van meghirdetve, hogy ki mennyit tud összegyűjteni, hanem minél szélesebb kör érezze úgy, hogyha kevéssel is, de részt vegyen ezekben az adományokban, és erősítjük ezzel a magyarságunkat, az összetartozásunkat, a megyebeli összetartozásunkat. Én úgy érzem, hogy példakép lehetünk az ország számára is ezzel a cselekedetünkkel. A 2011-ben indult program célja segíteni a határainkon belül és szerte a Kárpát-medencében magyarok lakta településeken élő rászorulókat. Rácz Imre hozzátette, a Magyar Örökségdíjas kezdeményezés sikere a gazdákban rejlik, az pedig már bebizonyosodott, hogy a magyarság igenis képes egyesíteni erejét és megmozdulni nemes célok érdekében. Itt tett a Nyírséghasszó Kft. Is, amely malmi technológiájának biztosításával már az induláskor csatlakozott a programhoz. Gyakorlatilag 9 éve részt veszünk. Baktalóránházán rendelkezünk egy malommal. Az összegyűjtött búzát hozzánk behozzák, és mi térítésmentesen megőröljük, és kívánság szerinti csomagolásba kiszolgáljuk a igényeknek megfelelően. Az ügyvezető elmondása szerint évről évre egyre több búzaadományt tudnak leőrölni. Idén mintegy 20 tonna lisztet sikerült előállítaniuk. Ezt a kamara 2 kilós csomagokba állítva juttatja el azokhoz a szervezetekhez, alapítványokhoz, amelyek átadják azokat a szociálisan rászorulóknak idehaza és határainkon túl egyaránt. A Vöröskereszt minden évben több ezer élelmiszer csomagot állít össze, ennek része a liszt is. A hátrányos helyzetű kedvezményezetteket adatbázisuk alapján választják ki. Évről évre térnek vissza hozzánk, mert sajnos a szociális helyzetük nem változott olyan mértékben pozitív irányba, hogy ne szorulnának rá karácsony tájékán, vagy az év bármelyik időszakában az adományra. Az a lisztadomány, amit ma jelképesen átveszünk, és az elkövetkezendő hetekben megérkezik a szervezethez, egy nagyon jó alapját képezi azoknak az élelmiszer csomagoknak, amit a karácsonykor a rászorulók számára kiosztunk. Az adományt jelképes oklevél formában hétfő délután az egyik nyíregyházi csárdában vehették át a kiválasztott karitatív szervezetek. Az idei 15 millió búza szemal címmel ellátott program hivatalosan pénteken a kárpátaljai Nagydobronyban zárul, ahol az ottani református gyermekotthon lakói megkapják a liszt csomagokat.